Hangtapasz együttes a vendégünk, akik arról nevezetesek most jelen pillanatban, egyébként nagyon sok mindenről, például arról, hogy a Tankcsapda előzenekara voltatok, és még most is azok lesztek folyamatosan. Ez milyen érzés, hogy egy ilyen ekkora múltú zenekar előtt lehet zenélni? Ez egy ilyen sumbiris érzés. Csatlakozok a beköszönésre, tehát sziasztok. Hát milyen érzés? Igazság szerint, amit így közvetlenül... Kihívás például? Mindenképpen, ja. De ami így közvetlen érzés, tehát amit átélünk, az az, hogy egy nagyon jó technikán játszunk, tehát nagyon jók a körülmények, színpadok, fények, hang, egyebek. Úgyhogy így közvetlenül ez a lényege. Komolyabb, mélyebb érzéseket nem táplálunk egyelőre, de jó játszani. Ez nehéz lehet, mert ugye meg kell felelni egy olyan közönségnek, akik nem tirátok jöttek elsősorban, hanem a Tankcsapdára kíváncsiak. Ez egy hálátlan feladat is lehet. Ez így van. Az, hogy csak Tankcsapdára jönnek, nyilván az a végleges cél, de én is jártam nagyon sok Tankcsapda koncertre évekkel ezelőtt, meg hát most is. Mondjuk most már egy kicsit a másik oldalt, de én azt gondolom, hogy sokan kíváncsiak, hát ez mondjuk mutatja az is, hogy már a Tankcsapda koncert előtt sokan megérkeznek, söröznek, pálinkáznak, akármit csinálnak, és mellette szól a zene. Aztán volt sok más zenekar, akiknek ez működött is, tehát ott figyeltek fel rájuk. Meglátjuk, hogy működik a közönségnél, hogyha nálunk is hasonlóképpen, akkor célt értünk. Mit kell tudni a zenekarról? Mikor alakult? Van-e már megjelent hanghordozó? Esetleg elérhetőek vagytok a Facebookon? Tehát ilyen, ezek az igazi standard köröket fussuk akkor le most, mint minden zenekarnál általában szokott lenni. Minden régen a válasz. De hogy egy kicsit jobban kifejtsem, 2003-ban alakult a zenekar, ugyanezzel a három taggal, akik most is vannak a zenekarban. Nevesítsük őket. Nevesítsük Kovács Benedek, aki szintén képviselteti önmagát. Én Lapos Attila vagyok, gitári énekkel. Ja, Benedek basszusgitározik. És Szűcs Milán a dobosunk, aki most valahol otthon nem tudom, mit csinál. Nézd minket vélhetőleg, meg különben... Csihibúj. Igen. Tehát ez volt ugye az egyik videóklip, akkor készült. Igen, videóklip az idén készült el. Június 1-én jelent meg a nagylemezünk, és ennek az egyik dalára készítettünk egy videóklipet, ami az általad nevesített közösségi oldalakon, YouTube, honlap, Facebook, akármin elérhető. Úgyhogy nézzétek meg. Lehet tetszikelni, vagy ahogy te mondod, lájkolni. Festélyesen szóval lájkolni. És miért Hangtapasz a nevetek? Honnan ered ez a név? Próbáltunk keresni egy olyan, te vagy az első, aki kérdezi. Tényleg? Nem. Még vártatok volna 10 másodpercet, hogy lehet, hogy én is benyomom ezt az előmis kérdést. Próbáltunk keresni egy olyan mindenképpen magyar szót, nem akartunk magyar zenekar Magyarországon, magyar szöveggel adja elő a dalait. Próbáltunk egy olyan magyar szót, egy olyan összetett magyar szót, mint például az üvegtigris is találni, és ez így valahogy jött. De ez nem jelent valójában semmit, se csak jól hangzik, tehát hangalakilag megtetszett. Hát annyit jelent, hogy jó pár sört megittunk, meg jó berúgtunk, amikor ezt kitaláltuk, és vártam, amikor felévet, akkor ez lesz ott. Zenei stíl, jó, de ne, te akkor, te először. Te. Jó, már megkérdezem. Tehetségkutatókon is részt vettetek, milyen eredményt értetek el, mik voltak ezek? Beszélte. Hát, hogy részt vettünk több számban, ez nem nagyon igaz, mert nem nagyon jártunk. Egyre mentünk el, és azt véletlenül pont meg is nyertük. Véletlenül. 100%-os a eddig mutató. Igen. És azért a csúcson kell abba hagyni a tehetségkutatókra járást. Kaposvárot voltunk, ahol a Junkies volt a zsűri, és azt megnyertük valamint az egyik szöveg. A legjobb szövegét, járvodíjat is megkaptuk. Mi volt ennek az eredménye? Tehát mit kaptatok ezért cserébe, hogy ti ilyen ügyesek vagytok? Kaptunk egy jó kis elismerést, vállamveregetést. Meghívtak a sörre a fiúkat. Nem, egyébként volt ilyen pénzdíj, meg ilyen hangszerutalványok, meg ilyesmik. Meg hát egy csomó jó kapcsolatot kötöttünk ott, tehát egy azóta is... Lemezszerződés, akkor nem mondom. Nem. Magánkiadás, vagy egy kiadóhoz sikerült? Teljesen magánszervezésben és magánkiadásban, de van egy kiadó, aki a terjesztését és a gyártását, meg a hasonló dolgokat megoldotta. Ez így volt a legkézenfekvőbb, meg a legkifizetődőbb talán. Úgyhogy egyébként a lemez az egy... Itt lehet mondani neveket, ilyen újságnevet, meg ilyesmit. Nem merem, mert megmerem ezt a főszerkesztő. Tehát mindig előtte meg szoktuk kérdezni, legközebb, ha jöttök. Írt körül. Hát az első szó, ami két szóból tevődik össze az újságnak a neve, az első szó az, ami a mi műfajunk, a másik inform, tehát amit mi játszunk. Hú, de jó, kivágtam magam. És ennek az újságnak a mellékleteként jelent meg, aztán egy hónapig ez az egész országban kapható volt, most pedig mindenféle hipermarketekben, meg a szokásos lemezboltokban kapható a lemez, úgyhogy
Mi jellemző a zenétekre egyébként? Igen, igen, mert ezt már megválaszoltad, hogy milyen stílusban nyilatkoztok meg. Segítek rock, és akkor megvan a másik. Igen, 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 igen. Igen, nem nagyon szoktunk mást mellíteni, rock zenét játszunk, nem bonyolítjuk túl ezt a dolgot. Akkor ez, hogy ilyen glammes irányzat, vagy tehát egy hardcore, vagy ilyesmi, tehát csak rock, simán nyers. Rock zenét játszunk. Igen, sokan szokták kérdezni, hogy milyen a stílusunk, aztán annak idején emlékszem, még kicsi koromban is így jól olvasgattam az ilyen zenekaroknak a cikkeit, meg minden, és amikor ilyen hasábokon keresztül összetett mondatban leírták, akkor a végére azt sem tudtam, hogy mi volt az eleje, úgyhogy akkor megfogadtam, hogy nem, rock, kész. Aztán mindenki döntse el, ahogy jól esik. Videóklipről mit kell tudni? Ismert ember rendezte, tehát egy ismert kliprendező, vagy ti magatok gyártottátok, és forgattátok le. Tehát, hogy mennyire volt ez ilyen, nem profi, nem is ez rossz szó. Tehát, hogy mennyire volt ez abba a világba behelyezve, amiben a videóklipek ma készülnek nem Magyarországon. Nem rossz szó, a profi egyébként, teljesen jó. Tehát nem sértődünk meg ezen, mert nyilván az elején járunk. Jó, csak annak az ellentétje, az amatőr, és ugye ti nem amatőr zenekar vagytok. Hát reméljük, hogy már kiléptünk abból igen. Profi körülmények között zajlott, tehát volt gyártásvezető, meg operatőr, meg mondjuk az operatőr az elég kézenfekvő, de szóval minden, ami ez a fél is vettük. Igen. Csak a play gombot, vagy a rec gombot elfelejtettük benyomni. Szóval volt mindenféle olyan ember, ami így a klippes körökben van neve, tehát gyártásvezető, meg most más nem teszem be, meg a kameramanon kívül. Úgyhogy egy ilyen csapat csinálta, egy debreceni csapat. Úgyhogy hát szerintünk viszonylag elégedettek vagyunk a végeredménye, főleg, hogy első klip. Story vagy image klip? Tehát, hogy... Ez egy abszolút image klip, mint első klippesként talán legcélszerűbb választás ez volt. Annyi az érdekessége, ami egyáltalán nem látszik egyébként benne, hogy a Debrecenben a Phoenix csarnokban készült. Most ti ezt tudhatjátok, exkluzíve? Tehát, hogyha valakinek esetleg nem felismerhető, akkor most már innentől ezt tudni fogjuk. Senkinek nem lesz. Én is meg biztosítom. Kérje szót, így szokott szót kérni. Hol találkozhatunk veletek legközelebb? Pécs. Pécsre megyünk, ez már a tankcsapda turnénak az első állomása lesz, 3-án, december 3-án. Jövő hét pénteken. Aztán 4-én rohanunk tovább Szombathelyre. És utána? Hát utána. Utána Budapest a Szimában leszünk, végül pedig Debrecenben zárjuk az évet. Ja, és ez a Debreceni lesz egy tök jó záró, akkor nyilván mindegyik alig várjuk, hogy elmehessünk, vagy hogy ott legyünk. Viszont a Debreceni egy érdekes záró akkor lesz a tankcsapdához megszokottakhoz képest, most eltérő módon, mindig Debrecenben tartják ugye az évvégi záró koncertet, az előbb említett Főnix csarnokban, december 29-én általában. És most ilyen egyéb rendezvények miatt a Debrecen város főterén, a nagy templom előtt lesz ez megrendezve, december 31-én szilveszterkor, és ott már ketten leszünk, tehát hangtapaszt, tankcsapda egymás után, és így búcsúztatjuk az új évet. Majd ezt szépen mondtad. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, véletlenül ugye a Facebookon megtalálnak titeket, és ha kis szerencsénk van, akkor az ő videóklipjük, ugye a ti videót klipetek. A címét légy szíves. Nagyon szeretjük. Néha. A címét légy szíves, néha. Néha. Néha, akkor még nálunk is elő fog fordulni. Nézzük meg.